azzal, hogy két nap alatt tudtunk fordulni 180 fokot agresszivitásban, hozzáállásban, futómennyiségben, de ami nekem még fájóbb az az, hogy szerintem ennyi labdát az egész bajnokság során nem adtunk el, mint a mai mérkőzésen. Tehát nehéz a miérteket megtalálni, mert szerdán ennek az, vagy vasárnap ennek az ellenkezője volt. Ma egy ilyen mérkőzés, és sajnos egy ilyen sorozatban vagyunk, hogy idegenben nyerünk, utána hazai pályán pedig nem tudjuk föltenni az íra a pontot, nem tudunk oda kerülni úgy tűz közelben, lőtávon belül, hogy nyugodtan készülhessünk a következő mérkőzésre. Nehéz magyarázatot találni, szerintem az a legszimplább magyarázat erre, hogy nagyon rossz felfogás, nagyon rossz játék, sajnos annyi volt a mérkőzésben. Itt a szurkolók elég egyértelműen kifejezték a véleményüket a meccs után, ezzel milyen szembesülni? Ugyanolyan, mint amikor esetleg dicsérnek bennünket, tehát ezt fel kell dolgozni a mindenkinek. Nem szabadna feladni ilyen magas labdát a szurkolóknak. Úgy gondolom, hogy sokkal többet érdemelnek. Én is nagyon hittem és bíztam abban, hogy a mai mérkőzésen közelebb tudunk kerülni ahhoz az állított pozícióhoz, amit megfogalmaztunk itt a szezon elején. Sajnos nem sikerült, hát ilyen játékkal nem is sikerült.